Tiszteltel köszöntök mindenkit! Idén mintegy 650 millió forint esett ki a város költségvetéséből a koronavírus járvány okozta gazdasági helyzet miatt. Erről is szó volt a mai képviselőtestületi ülésen. Horváth Riárd polgármester elmondta, a város időben reagált, így olyan döntéseket hoztak meg már a vírus megjelenésekor, amelyekkel biztosítani tudják a város gazdasági stabilitását a jövőben is. Mi számoltunk, és úgy néz ki, hogy a számok nagyjából helyesek, hiszen most már szeptember 30-ával látjuk azt, hogy idén mennyi pénz fog kiesni a költségvetésből. Ennek a legnagyobb része az épülőzési adócsökkenés, amelyet a cégek elszenvedtek. Egy része a súlyadó, amely ugye teljesen elkerül most már az önkormányzattól, és van egy része, amelyet egyik az önkormányzat a koronavírus elleni védekezésre költött, hiszen csak gondoljunk vissza arra, hogy a kórházat segítettük 18 millió forinttal ahhoz, hogy egy tesztelőgépet be tudjanak szerezni. Ami a jövőt illeti, én azt gondolom, hogy ebben az évben egy rendkívül szigorú gazdálkodást követeltünk meg az önkormányzattól, a cégeitől. Ennek kapcsán sikerült spórolni egy jelentős összeget, amely viszont arra lesz elég, hogy a jövőben is megmaradjunk. Minden évben jelentős költséggel jár a folyamatosan felbukkanó illegális hulladék lerakók felszámolása. A képviselők arról döntöttek, pályázatot nyújtanak be, hogy plusz forrást fordíthassanak ezek megszüntetésére. A képviselők határoztak a sportszervezetek támogatásáról. A testület tárgyalt arról is, hogy a kézilabda egyesület nem számolt el a tavalyi támogatásával. A beszámolót késve nyújtották be, és 7 millió forint felhasználását nem igazolták hivatalosan. Éppen ezért ezt a pénzt vissza kell fizetniük. Egy testületi előterjesztésből pedig az is kiderült, hogy a HKSS-e a mintegy 2 milliárd forintos kormányzati támogatás elszámolásához nem nyújtott be minden szükséges dokumentumot, és az egyesület tartozik a sportcsarnok kivitelezőjének. Kialakult egy helyzet, amelyben azt gondolom, hogy az önkormányzat megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy a lehető legjobb megoldásokat találjuk. Ugyanakkor viszont a kivitelező levélben fordult a kézilabda egyesülethez és az önkormányzathoz is, hogy az utolsó két számlából az egyesület még nagyjából 81 millió forintot nem fizetett ki. Ez úgy néz ki, hogy az utolsó számlából is valamivel több mint 40 millió forintot, és az utolsó előtti számlából is valamivel több mint 40 millió forintot nem fizettek ki a kivitelező felé. Sztélo Gábor tér. Erre a névre keresztelték az újhatvani római katolikus általános iskola előtti területet. Az evangélikus egyházközösség kezdeményezte az önkormányzatnál, hogy emlékezzenek meg a névadás során templomuk építtetőjéről. Emellett döntöttek a képviselők a Kodály Zoltán iskola udvarának térkövezéséről, valamint a csapadékvíz elvezetés kiépítéséről is. A testületi ülés napirendi pontjai között szerepelt a gesztenyefason rendbetétele, valamint további fákkal való bővítésének terve is.